Jó reggelt kívánok! Bad Cityből június 25-én hétfő reggel. Miután jól kikáromkodtam vele és elszittem néhány angolnak a kurva anyját, így mostan kicsit ülök a gépbe, de megbaszhatnám mindegyik a nénikéjét. Kérem szépen, péntek reggel szól nekem a Darren, pénteken valamikor szól, hogy hát szombaton dolgozik. Én nem mondom neki, hogy hát nem tudok jönni, hát vizsgázom kell menni. Ja, azt mondja, persze tudja, jó van, oké. De ennek a komacunak, amiben ülök, ennek egy saját kulcsot használt én, mert ugye minden gépen saját kulcson van. De ezek a faszok valahova elkeverték az eredeti kulcsát, és nincs benne az irodában a komacu kulcsa. Azt mondja nekem, hogy adjam oda az angol gyereknek a kódot, amivel elindítják, meg a kulcsot, és akkor majd hétfőn visszaadják. Oké, jön az angol gyerek, felírja a kódot, mondom neki, figyelj, de öreg, odaadom neked a kulcsot, most végeztem a melóval. Ha végeztél szombaton a munkával, okvetlenül a biztonsági őrök kabinjába, bódiába tedve, mert ő az első, akivel reggel találkozott, az iroda be van zárva, a kulcsot fel tudjon venni. Oké, security cab, oké, rendben van, oda lesz téve, kulcs, oké. Természetesen nincs ott a kulcs, természetesen. Hogy a jó, nem is tudom, hogy mit mondjak. Hogy baszikálhatnám meg a nénikéjét azt. Szóval, hogy miért nem volt az anyapicsája szecsrovágó. Szóval az apja is valami sámlit csinált volna helyette, mint az ilyen gyökereket. Hát nem hiszem már komolyan. Hát szóval ez. És tudjátok, mi a vicc? Most reggel jönni fog. Mondom neki, meg fogok mondani, hol a kulcs? Ó, sorry, és odaadja a kulcsot. Na most a sorry-val az angolban minden el van intézve. Tehát ha egy angol azt mondja neked, hogy sorry, akkor onnantól neked reklamációs hivatkozási alapot tovább nincs. Mert a dolog el lehet intézni egy sorry-val. És itt mindent el lehet intézni egy sorry-val. Elismerte a felelősségét, bocsánatot kért érte, kész, ennyi. Az, hogy te mit mérgelődtél, meg mit károkodtál, meg stb. Nem érdekes. Itt egy sorry-val el van intézve minden. És utána te már nem mondhatod azt, hogy hát de bazd meg, hát érted, nem, kész. Utána ennyi. Ó, te jó atya, úristen. Hát nem hiszem el, komolyan. Nem hiszem el. Milyen emberek vannak. Van egy másik kulcsom szerencsére. Egy komacu kulcsom, ami az ajtót nyitotta, be tudtam ülni a gépbe, de nem tudom elindítani, mert a gyújtás kulcsot már nem tudja működtetni. Ez egy nagyon kopott kulcs. Nem fordul a gyújtás kulcsba, gyújtás kapcsolóba. Elindítani nem tudom a gépet. Most meg kell várnom ezt a barmot, itt van az, hogy a fél hét van, és meg kell várnom ezt a barmot, aki 8 órakor fog jönni, hogy a kulcsot adja oda. Kész vagyok, komolyan mondom. Kész vagyok. Komolyan mondom, kész vagyok ezettel. Hihetetlen. A trehányság, a felelőtlenség, a következmény nélküliség, a semmi, érted? Tehát, nem is tudom. Nem is tudom, mi a faszomat mondja ezekre. Nem tudom. Na mindegy. Na ez a felvétel
Ez 4000-es fehér egyensúlyra van állítva most. Rázumolunk egyet. Ilyen tudom, mit csinál. Lényeg, hogy ez most 4000-es. Sem van, nem automatán. Nem tudom, így milyen felvétel. Meglátjuk. Az meg itt a hülyeség olyan szinten tombol, hogy elmondani nem tudom. Elkérjük tőlem a kulcsot, hogy hát nem találják a kulcsot a helyzeti kulcsot a gépnek. Megbeszélem, hogy oké, tegyétek be a bódéba, jövök majd korán, meg kell rakni korán az autókat, oké. Persze, kulcsot nem tették oda. Megraktam a három autót ebben a Kobelkóval itt. Evel, oké. Bemegyek az irodába, mert most már kinyitották az irodajtót, 7 óra után, azt mondja, mindjárt 7:30. A kulcsos szekrénybe ott van a gépnek az eredeti kulcsa. Tehát ennek az eredeti kulcsa ott van a szekrényben. Az összes többi kulcs között, és rajta van írva, el van írva, a Kovacsó embléma rajta van. Az eredeti kulcsa ennek a gépnek, ott van be. De elkérjük tőlem az enyémet, mert hát nincs meg az eredeti kulcsa. Hát komolyan mondom, most erre mit lehet mondani? Érted? Most erre mit lehet mondani? Ez már az emberi hülyeségnek olyan magasságai, hogy épp észre felfordni nem lehet. Komolyan mondom. Komolyan mondom. De tényleg, hát hogy? Hogy van ez? Nincsen, na, hát ilyen nincsen. Ilyen nincs. És mégis van. Ott van benne a gépkulcs a szekrényben. A kulcs a szekrényben. Ott van benne a gépkulcs. Hova rakjam ezt a... Faszanyagot, de hova rakjam ezt a... Szanyarod, hova rakjam? Ide. Mert amúgy hova raknám. Na nem, hát ilyen nincsen. Komolyan mondom. Többenes sávó, amelyikkel megbeszélem, hogy majd mondja meg a gépkezelőnek, mert én is mondtam a gépkezelőnek, de többenes sávó vitt el a kulcsot pénteken az angol gépkezelőnek. Mondtam neki, hogy én már mondtam ugyanakit, de te is mondjad meg, hogy a biztonsági őrök kabinjába tegyétek bele a kulcsot. Most reggel mondtam a sávónak, hol a kulcs? Azt mondja, nyugodjál meg, majd jön az ember, aztán hozza. Hát ember, ezt beszéltük meg? Ilyen nincs. Ilyen nincs.
megmondoló szerény Eller barátom mondta. Szerény Eller Gabi barátom. Ahogy ő mondta, azt mondja, hülyéből nincs ilyen sehol, inkább többlet van. Ez nagy igazság. Ez nagy igazság, kérem szépen. Ez nagy igazság. Na kezdenek kiderülni a dolgok, hogy mi történt, mert most jött ide Tarik barátom, akár a gépével az előbb megraktam az autókat, most áll be a gépébe, abba, és mondja nekem, hogy szombaton nem jött dolgozni az angol gyerek. Ugye úgy volt, hogy ő dolgozik ebben a géppel, hát zsebre rakta a kulcsot, hazavitte, lehet, hogy ő benne meg volt a szándék, hogy szombaton majd aztán beteszi a szekuritikába, a biztonsági emberekhez, de nem jött szombaton dolgozni. Hát most valószínűleg nála van a kulcs. Hát, őrület. Hazaviszi a kulcsot. Ész megáll, komolyan mondom, ész megáll. Angol gyerek visszahozta a kulcsomat, megjött. 8 óra 10. Mondom, mi történt? Azt mondja, ne kérdezzem, long story, hosszú történet, nem jött szombaton dolgozni. Mondom, marra faszám. Ott a gyerek vagy. Tévedtem, még azt sem mondta, hogy sorry. Még annyit sem mondott, hogy sorry. Gondolom Péterre bebaszott, mint atom. A szombaton nem jött dolgozni, a kulcsot meg hazavitte.